Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, jó látni benneteket, és jó, hogy ilyen sokan eljöttetek. A nevem Kulcsár Péter, a Worship Night-nak az egyik vezetője vagyok, ma estének a házigazdája, és már láttam, amint érkeztetek, hogy elég sok új arc van, illetve olyan személy, akik talán még nem voltak Worship Night-on, úgyhogy kíváncsi lennék, hogy ki az, aki először van ilyen alkalmon, esetleg egy kézfelemeléssel lehet ezt jelezni. Nézzetek körbe, és gyertek, hogy tapsoljuk meg őket, akik először vannak itt. Érezzétek nagyon jól magatokat, és főképpen érezzétek meg Isten jelenlétét. A Worship Night egy olyan felekezetközi dicsőítő mozgalom, aminek a középpontjában Isten imádata áll, és ezért gyűlünk össze havonta, hogy Isten dicsőítsük közösen. Ezek nem koncertek, ezek Isten tiszteletek, Isten dicsőítő esték, és olyan jó, hogy különböző felekezetekből, különböző gyülekezetekből összetudunk gyűlni, és mégis egységben dicsérhetjük a mi Úrunkat. És szeretnénk, ha ez a mai estén is megvalósulhatna, szóval hívunk benneteket, hogy kapcsolódjatok be ti is az éneklésbe, és legyetek várakozással a szívetekben arra nézve, hogy Isten szólni fog hozzátok, és meg fog érinteni benneteket. Ahogy imádkoztunk és készültünk erre az alkalomra, kaptunk arra nézve igéket, hogy Isten jelen van itt közöttünk, és munkálkodni fog, és szeretne egy frissességet hozni az életünkbe, szeretne egy megújulást adni mindenkinek, aki erre vágyik, és ha nyitott vagy, akkor hiszem, hogy így fogsz elmenni. És nagyon örülök annak, hogy vendégeink is vannak ezen a mai estén, mégpedig a Fóris család Budapestről. Köszöntjük őket is egy nagy tapssal, és kérlek, gyertek is. A Fóris családot már talán 10 éve ismerem, és nagyon jó barátság alakult ki velük ebben az időben. Többször voltam a vendégük is, élvezhettem a vendégszeretetüket, és sok közös van bennünk, legfőképpen az, hogy szeretjük az Urat, és őt szolgáljuk, illetve ők is benne vannak egy ehhez hasonló mozgalomban Budapesten, a Kitlight mozgalomban szolgálnak, és Attila a Budapesti Autonóm Gyülekezet egyik pásztora, és Ritával együtt szolgálnak a Dicsuliban is, úgyhogy mindenképp egy központi helyet foglal el az életükben Istennek az imádata és a dicsőítése, és ezen a mai estén lehetőségünk lesz velük együtt énekelni, dicsőíteni Istent, és legyetek nyitottak mindarra, amit az Úr rajtuk keresztül akar mondani nektek. Úgyhogy üdvözlünk szeretettel! Sziasztok! Mi is nagyon nagy szeretettel köszöntünk titeket. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy eljöttetek, és hogy veletek tölthetjük ezt a mai estét. Nagyon jó érzés itt lenni, és rátok nézni. És ahogy Péter mondta, hogy kaptak igéket arra vonatkozóan, hogy ma este át fogjuk élni Istennek a jelenlétét. Egy picit reménykedem, hogy nem miattunk jöttetek el, mert nem vagyunk akkora nagy számok, de van itt egy sokkal fontosabb személy, itt van Jézus közöttünk, mert megígérte, hogy ha összejövünk az ő nevében, akkor őt meg lehet tapasztalni, át lehet élni az ő jelenlétét, és az a nem titkolt szándékunk van ma este, hogy veletek együtt megtapasztaljuk őt. És mielőtt belecsapnánk majd az első énekünkbe, szeretnélek benneteket egy Zsoltár idézettel kicsit bíztatni, hogy hogyan is lehet Isten jelenlétébe megérkezni, hogyan lehet Isten jelenlétét átélni. Vannak a Zsoltárokban leírva, hát nem azt mondom, hogy szabályok, de néhány tanács, hogy hogyan tudsz bekerülni Isten jelenlétébe. És nem tudom, hogy ki tudja, hogy mit írnak a Zsoltárok, hogy mi az első lépés, ahogy megyünk befelé Isten jelenlétébe. Nem tudom, hogy hányan olvastatok már Bibliát, akár már ma is. Szóval tudja-e valaki, hogy mi az első lépés, amikor közeledsz Isten jelenlétébe? Hálaadás, így van. Azt mondja az ige, hogy menjetek be a kapuin hálaadással. Elképesztő dolgok zajlanak a világba, nagyon közel hozzánk. És azt hiszem az, hogy ma idejöttünk egy gyönyörű terembe, és zavartalanul, békességben imádhatjuk Istent, ez valami hihetetlen, hihetetlen kiváltság. Atyám, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy itt lehetünk ma este, köszönjük neked,
a szeretetedet, köszönjük a te jelenlétedet, köszönjük azt, hogy élhetünk, köszönjük azt, hogy van oxigén a tüdőnkbe, köszönöm azt, hogy élvezhetjük a te szeretetedet, élvezhetjük azt a békességet, amivel betöltesz bennünket. Köszönjük neked az egészségünket, köszönjük azt, hogy nem vagyunk éhesek, köszönöm azt, hogy tapasztaljuk a te gondoskodásodat, és legfőképpen azért vagyunk nagyon-nagyon hálásak, hogy megismerhettünk téged. És hogy mi a te gyerekeid lehetünk, hogy úgy ismerhetünk téged, mint egy szerető mennyei édesapát. És nagyon szeretnénk ezt az estét veled tölteni. És te tudod azt, és látod, hogy ki milyen teherrel érkezett ma ide, hogy a hála okokon kívül mik azok a pontok az életében, ahol szüksége van arra, hogy beavatkozz, és hogy megtapasztalja a te szabadításodat. És teljes szívünkből hisszük azt, hogy a te jelenlétedben minden megtörténhet. Hogy neked semmi nem lehetetlen. Köszönöm azt, hogy a te jelenlétedben a betegek meggyógyulnak, akár lelki természetű, akár fizikai betegségekkel jött ide valaki. Köszönöm azt, hogy itt ez a hely ma a te jelenléted miatt a gyógyulásnak a helye, a szabadulásnak a helye. Köszönöm, hogy ez az a hely, ahol le lehet rakni bűnöket, le lehet tenni terheket, le lehet tenni kötelékeket, le lehet tenni elromlott, tönkrement kapcsolatokat, és lehet újrakezdeni, meg lehet bocsátani. Köszönöm azt, hogy a te jelenlétedben, ahogyan annyira vágyunk rá, hogy ezt átéljük, mindig a te akaratod történik meg. És kérjük most is, Atyám, hogy legyen meg itt a te akaratod közöttünk. Ugyanúgy, ahogy a mennyben minden a te akaratod szerint megy és működik. Atyám, köszönöm neked azt, hogy most is így lesz Jézus Krisztus nevében. Amen. No, hát az első dalunk egy hálaadó ének lesz, és hoztunk egy zenekart is, mert látjátok, én csak egy zongorával készültem úgy egyébként. Úgyhogy az első dalunk egy dobozba zárt zenekar segítségével fog elhangozni. A címe az, hogy köszönöm. Lehet, hogy még nem ismeritek, de meg fogjuk tanulni. Úgyhogy akkor indulhat az első dalunk. Gyertek, segítsetek, jó? Köszönöm neked, Istenem, köszönöm azt, hogy itt vagy velem, köszönöm azt, hogy élhetek, köszönöm a lélegzetet. Köszönöm azt, hogy te vagy a fény, köszönöm azt, hogy ismerlek én. Köszönöm azt, hogy beszélsz velem, köszönöm, hogy értettem, te alkottál, te formáltál, megláttál, és elhívtál. Köszönöm az, hogy világítasz, köszönöm az, hogy utat mutatsz. Köszönöm azt, hogy te vagy a tűz, te vagy az, aki örökre hű. Köszönöm azt, hogy bízol bennem, köszönöm azt, hogy élvezhetem. Köszönöm azt, hogy szereteted, te letölti a szívemet, te alkottál. A tükrö szete, te vagy az én Istenem, te vagy az én Istenem. Ámen, így van. Egy tapsot adhatunk.
ennek az örökkévalónak, és akkor indulhatunk zenekarral a következő hálaadó ének. Ritának egy nagyon kedves dala, hálát adok az Úrnak teljes szívemből. Szerintem ezt már ismeritek, meg se kell tanulni, hanem indulunk is bele azonnal. Adok az Úrnak teljes szívemből, elbeszélem minden csodatetteidet. Hálát adok az Úrnak teljes szívemből, örülök és vigadok neked. Gyertek, hálát adok! Hálát adok az Úrnak teljes szívemből, elbeszélem minden csodatetteidet. Hálát adok az Úrnak teljes szívemből, mert mécses gyújtottál nekem, ami fénysugár a sötétben, lehajoltál hozzám, Istenem. Kősziklára állítottál, tágas térre vittél el, szabad lettem benned, Istenem. Ezért hálát adok az Úrnak teljes szívemből, elbeszélem minden csodatetteidet. Mert oltam az ő pajzsot adtál, jobban támogat engem, győzelmem benned van, Istenem. Életemnek ereje lettél, Jézus megváltást szereztél, bűnöm eltörölted teljesen. Ezért hálát adok. Az Úrnak teljes szívemből, örülök és vigadok neked. Én hálát adok az Úrnak teljes szívemből, elbeszélem minden csodatettedet. Hálát adok az Úrnak teljes szívemből, örülök és vigadok neked. Örülök és vigadok neked. Nem győzzük elégszer mondani Istennek, hogy hálát adunk mindenért az életért, mindenért, gyertek, hálát adunk! Hálát adok az Úrnak, hálát adok az Úrnak, és magasztalom nevét, magasztalom nevét! Hálát adok az Úrnak, hálát adok az Úrnak, haj, magasztalom nevét, magasztalom nevét! Hálát adok az Úrnak, hálát adok az Úrnak, magasztalom nevét! Hálát adok az Úrnak! Hálát adok az Úrnak! Hé, magasztalom nevét! Magasztalom nevét! Dicsérem én, az ellenem készült fegyver minden víz. Újjongok majd, édettem én, a győzelem vár, mert Krisztus bennem. Gyertek! Dicsérem én, dicsérem én, az ellenem készült fegyver minden víz. Újjongok majd, édettem én, a győzelem vár, mert Krisztus bennem. Dicsérem én, dicsérem én, az ellenem készült fegyver minden víz. Újjongok majd, hirdetem én, győzelem bár, mert Krisztus bennem él.
társatokkal. Gyertek még egyszer, dicsérem én! Dicsérem én, dicsérem én, az ellenem készült fegyver minden víz. Ujjongok majd, hirdetem én, hogy győzelem bár, mert Krisztus bennem él. Dicsérem! Dicsérem én, dicsérem én, az ellenem készült fegyver. Hoz az élet, ő ugyanaz, szenjen a hála élet, szálljon hozzá a dicséret. Télen vagy nyár, mit hoz az élet, ő ugyanaz, szenjen a hála élet, szálljon hozzá a dicséret. Mennyi gyűlölet, mennyi gonoszság, mennyi halál van a világban, és az, hogyha ismered Istent, az belehelyez téged egy olyan pozícióba, amikor, ahogy mondja a Zsoltár, minden időben dicséred az Urat. Akkor is, amikor éppen jó dolgok történnek, és akkor is, amikor kevésbé jó dolgok. És szeretnénk nagyon bátorítani ma titeket ennek az éneknek a szövegével, hogy egy ellenet készült fegyver sem lesz szerencsés. És akármilyen idők jönnek, mi akkor is az Urat fogjuk dicsérni. Úgyhogy gyertek, énekeljük még egyszer, hogy téljön vagy nyár, mit hoz az élet, ő ugyanaz, zenged a hála élet, szálljon hozzá a dicséret. Téljön vagy nyár, mit hoz az élet, ő ugyanaz, zengjen a hála élet, szálljon hozzá a dicséret. Téljön vagy jár, mit hoz az élet, ő ugyanaz, zengjen a hála élet, szálljon hozzá a dicséret. Dicsérem én, dicsérem én, az ellenem készült fegyver minden víz. Ujjongok majd, hirdetem én, győzelem bár, mert Krisztus bennem él. Dicsérem én, dicsérem én, az ellenem készült fegyver minden víz. Ujjongok majd, hirdetem én, győzelem bár, dicsérem én, az ellenem készült fegyver minden víz. Ujjongok majd, hirdetem én, győzelem bár, mert Krisztus bennem él. Amen, adjuk egy nagy tapsot a győztes királynak, a názareti Jézus Krisztusnak. Nagyon sok minden változik körülöttünk, mint hogyha az egész világ fölfordult volna. De tudjátok, mi a legbiztosabb pont ebben az egész világban? Mit mond Istennek a beszéde? Hogy mi az, ami biztos, hogy nem fog elmúlni sohasem? Az Istennek a hűséges szeretete és az ő békességének a szövetsége, amit kötött velünk,
És erről fog szólni a következő ének. Ezt nem nagyon énekeltük még nyilvános helyen, egyszer-kétszer, ezért szeretnénk most nektek megtanítani legalább a refrént, úgyhogy gyertek, kapcsolódjatok be. Ezt az éneket Lakatos Péter barátommal közösen írtuk, körülbelül egy évvel ezelőtt, így szűk évvel ezelőtt. Nagyon egyszerű lesz a szövege, úgy fog szólni, hogy nem múlik el, soha nem múlik el. Hűséges szerelmed soha nem múlik el, mert a hegyek megmozdulnak, a föld is megindul, majd, de a te hűséges szerelmed soha nem múlik el. Milyen boldog az, ki házadban élhet, szüntelen dicsérhet téged, nálad talál meredéket, elrejtőzhet bennem. A könnyek völgyén megy át, forrás fakad belőled, mennyei esővel megöntözött, megláthat majd téged. Mert a hegyek megmozdulnak, és a föld is megindul majd, te a te hűséges szerelmed. Mert a hegyek megmozdulnak, a föld megindul majd, de a
soha nem múlik el. Ámen, így van. Gyertek, énekeljük még egyszer. Szeretném, hogyha nagyon bemenne a szívetek közepébe ennek a dalnak az üzenete. Mert ez a legfontosabb, amit tudnotok kell. És nem szabad, hogy bármilyen körülmény, vagy bárki kilopja ezt a hitet a szívetekből. Nem múlik el, gyertek. Soha nem múlik el. Hűséges szerelmed, soha nem múlik el. Nem múlik el. Soha nem múlik el. Hűséges szerelmed, soha nem múlik el. Mert a hegyek megbosztulnak, a föld is megindul majd, de a te hűséges szerelmed nem múlik el. Mert a hegyek megbosztulnak, a föld is megindul majd, de a te békességed, szövetséged nem múlik el. Nem múlik el. Hűséges szerelmed, soha nem múlik el. Nem múlik el. Soha nem múlik el. Hűséges szerelmed, soha nem múlik el. Nem múlik el. Nem múlik el, nem múlik el, soha nem múlik kereszted alatt el.
Igéd szívem beretem,
mindig, velem vagy mindig, előttem jársz, védesz, nem adsz el a félet. Gyertek, énekeljétek, velem vagy mindig. Velem vagy mindig. Meglátni Jézus, és hallani hangját, most ez minden vágyam, úgy halljam és lássam, csodáli fényét, szent isteni lényét, mert imádni van a szívemen, hogyha Isten megvan, hogyha Jézus benned él, akkor mindened megvan, és annyira hajlamosak vagyunk mostanában, én is. Csomó minden miatt panaszkodni, és csak arra nézni, hogy mi van éppen most rosszul az életemben, vagy mi nehéz most, és pedig az egyetlen egy dolog, amire néznünk kell, és ami által mindenünk meg lesz, az Jézus, és tényleg, hogyha ez megvan, akkor minden megvan, és már pedig hogyha az megvan, hogy dicsőíted, hogy felnézel rá, hogy látod a fényét, hogy látod az arcát, hogy hallod, amit mond neked, akkor bármi meg lehet, és bármi megvan, és erre pedig bármikor
tehát ezt bármikor meg tudod csinálni, hogy az ő jelenlétébe mész, hogy belépsz az ő dicsőségébe, és tényleg énekeljük ezt még egyszer, szerintem, mert ez... Amen. Meglátni Jézus, és hallani hangját, most ez minden vágyam, hogy halljam és lássam csodálni fényét, Szent Isteni lényét, mert imádni méltó, ő Úr és megváltó. Megláttam őt, megláttam őt, megakasztani a dicséretet, és most legyen, hogy nagyon furcsa lesz, de így dicséret közben fogunk prédikálni röviden. Addig, ha gondoljátok, leülhettek, Rita elkezdi. Halleluja! Szóval most én egy olyan jelenlétet tapasztaltam meg, ahhoz, amihez szerintem illik az, amit mondani szeretnék, bár furcsálódtam, hogy ezt helyezte Isten a szívemre, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyakorlati, picike kis üzenet lesz, amit elmondok nektek, viszont nagyon intim és nagyon ilyen belső szobás, úgyhogy remélem, hogy lesz köztetek olyan, akinek hasznára lesz. Igazából az az ige van bennem, hogy mindig szeret a barát, de testvéri a nyomorúságban válik. És ezt az igét nagyon jól ismeri mindenki, és általában én eddig olyan kontextusban hallottam, hogy ugye vannak igaz barátaink, jó testvérközösségeink, tényleg nagyon jó emberi találkozások, és tényleg hűséges baráti kapcsolatok, de ott válik testvéré, hogyha valami völgybe lépsz, vagy szenvedésbe, és ott van melletted, és megtámogat, és akkor úgy igazán testvéred lesz. És most én egy olyan kicsit ilyen paradigmaváltással, egy olyan nézőpontból szeretném ezt bemutatni, hogy mi van akkor, hogyha magában a kapcsolatban van nyomorúság. Tehát van egy igaz barátod, van egy jó barátod, de igenis vannak benne törések, vagy lehetnek törések. És ez nem csak az emberi kapcsolatokra fogom kihegyezni, hanem horizontális, de vertikális kapcsolatra is. Mind a kettő ugyanaz ilyen szempontból. Van egy igaz, jó kapcsolatod, és nagyon nem mindegy, hogy egy nyomorúságos időszakban, amikor meg van próbálva ez a kapcsolat, akkor te hogyan vagy benne. És a legfontosabb dolog, amit ezzel kapcsolatban én meg is tapasztaltam egyébként, hogy tegyük fel, van egy jó barátod, és van egy olyan szituáció, amiben téged mondjuk megsért, vagy megsebez, lehet, hogy nem is tud róla, vagy egyszerűen csak egy két külön platformra helyezkedtek, és nem tudtak közös nevezőt találni. És ilyenkor sokszor az ember úgy
kinöveszti a kis sündisznó tüskéit, és már nem is tartja érdemesnek, hogy vitatkozásba kezdjen vele, hanem egyszerűen magában forgatja, hogy nem, ő teljesen más gondol, én teljesen más gondolok, érthetetlen az egész, és teljesen meddő vita. Egyébként vannak meddő viták, de ha egy barátról van szó, akkor azért ezt érdemes meggondolni. És ez a tüskésedés, ez a kis befelé fordulás és belül duzzogás, ez olyan távolságot és olyan aknákat tehet le közöttetek, amit nagyon-nagyon nehéz aztán betemetni és hidat építeni egymás között. És én személyes tapasztalatból mondom, hogy én voltam ilyen szituációban, hogy úgy magamban, hát nem is az, hogy elvágtam, de úgy egy pontot tettem a végére, és elég volt egy újbóli személyes találkozás és egy őszinte beszélgetés, és az, hogy én elmondhattam az őszinte véleményemet neki, ha nyitott volt rá, ha nem, az egyszerűen újra közel hozott hozzá. Mert egyszerűen leplezetlenül, tényleg tabuk nélkül, és vállalva az én véleményemet, de elmondtam neki. És azt gondolom, hogy ha ilyen barátság esetleg van, vagy ilyen szituáció van, akkor tudd meg azt, hogy ha ezt túléli, és ezt le tudjátok rendezni, és közelíteni tudtok ezután, na akkor már testvéred lesz az a barát. És egyszerűen csak összép forrasztja a ti útjaitokat. És ugyanezt szeretném mondani Istennel kapcsolatban, hogy előfordul az, hogy az ember perel az Istennel. És előfordul az, hogy nem érted, hogy mi ez az egész. Hogy kerültem én ebbe bele? Hol vagy te ebben, Istenem? És van olyan, hogy az ember ilyenkor elkezd befelé mászni. Nem fölfelé a menny felé, nem Isten felé, nem a Szent Szellem felé, hanem befelé gubózni. És egyre távolodni Istentől. De azt is mondja az ige, ez egy másik ige szakasz, de hogy fedetlen arccal szemléljük őt. Ezt mi azért tehetjük fedetlen arccal, mert be tudjuk engedni a dicsőségét, de a fedetlen arc az azt is jelenti, hogy én magam is pőrén, csupaszon, úgy, ahogy vagyok, adom magam neki. Dávid zsoltáraiban rengetegszer volt az, hogy ő, hát ha mondhatom ezt a szót, duzzogott. Egyszerűen megmondta az őszintét. Csak mindig volt neki, de megmondta az őszintét. És akkor nem a távolság növekedett Isten és Dávid között, hanem a megoldás közelített egymás felé, Isten felé. És én csak azt szeretném most a szívedre helyezni, hogy akár emberi kapcsolatról legyen szó, akár a mennyel való kapcsolattal, Istennel való személyes közösségedben, biztos, hogy voltak, vannak, vagy lesznek törések. Ez nem létezik, hogy nincs. Az életünk nem egy galoppozás. Nagyon jó, és valamennyi dolgunkból kiment az Úr, ez erre ígéretünk van, de sajnos nem egy sétagalop. De, ha ilyen helyzetben vagy, akkor a legjobb, amit tehetsz, hogy ezt a nyomorúságos időt akár az emberrel, akár az Istennel úgy töltöd, hogy leplezetlenül, őszintén keresed a kontaktust. Keresed az emberrel is a kontaktust, nem bújsz el tőle, nem vágod el, beszélsz vele, és hidd el, hogy közel fog, mágnesként közel fog magához hozni a másik ember, és ugyanez van Istennel is. Egyszerűen ne a távolságnak adj esélyt, hanem a közelségnek, az intimitásnak, és azt, hogy hát Isten úgyis ismer, úgyis pontosan tudja, mi van a szívedben. Pontosan tudja. És annyira jól esik neki, hogyha ezt őszintén elétárod. És ha ilyenbe vagy, akkor tudunk majd imádkozni, és lesz imacsoport is. Nagyon-nagyon keservesek tudnak akár az emberi kapcsolatok, és az Istennel való kapcsolat megromlása is lenni az ember lelkében. De annyira jó, hogy van kiút. És én arra bátorítalak, hogy tényleg lépje mindig csak egyet őszintén. Ha kell, duzzog, de utána mondd azt neki, hogy Istenem, én akkor is benned bízom, és akkor is hozzád akarok ragaszkodni, és oldjuk már meg ezt valahogy. Találjunk már valami megoldást, és formáld a szívemet. Valószínűleg nekünk kell hozzá formálni, hiszen ő tökéletes. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna mondani, és most akkor átadom neked a szót. Egy-kettő, köszönöm szépen. Szóval nagyon köszönöm Ritának, hogy elmondta ezt az üzenetet, Jankának is, amit megfogalmazott. Nem nagyon beszéltünk össze, de a Szent Szellem az összebeszélt bennünk, mert ugyanaz a Szent Szellem töltött be bennünket is, meg titeket is, és azzal szeretnék indítani, hogy volt az életünkben néhány héttel ezelőtt egy nagyon érdekes szituáció. Hát érdekes volt, maradjunk annyiban. Élveztük is, ugyanakkor úgy lettünk megszólítva ott a széles nyilvánosság előtt, mintha mi bárányok lennénk, ami igaz is, hiszen a mesterünk egy bárány, aki bemegy a farkasok közé. És képzeljétek el, hogy ugye ez egy nyilvános helyen történt, országvilág szeme előtt, egy televíziós műsorban, és előtte, körülbelül két héttel kaptam egy
üzenetet az Úrtól, amit lejegyzeteltem, és ennek az üzenetnek a címe, amit az Úrtól kaptam, az volt, hogy bárányok a farkasok között. És az a jegyzet, amit az Úr adott nekem, az az akkori élethelyzetünkre, ami két héttel később történt, egy az egyben ráillett. És azért szerettem volna ezzel indítani, mert a Szent Szellem bennünk van. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy tudom, hogy a Szent Szellem ott él a lányaimban, az egész családomban, a feleségemben, bennem is. És azért is hálás vagyok, hogy a Szent Szellem itt él bennetek is. És a Szent Szellem tudja azt, hogy milyen szükséggel jöttél ma este ide. És akkor, amikor a mai estét láttam így a lelki szemeim előtt, én egy olyan képet láttam, hogy sokan csomagokkal jöttök, és azok nélkül fogtok elmenni. Hogy itt hagytok egy csomó olyan terhet, amit nem kell tovább cipelnetek. És arról szeretnék nagyon röviden beszélni, hogy hogy tudod a terheidet lerakni Istennél. Hogy hogyan tudsz megszabadulni. És ebben, ahogy a Rita is mondta, és ahogy a Janka is mondta, és hogy ebben a dalban is énekeltük az előbb, a legfontosabb dolog, hogy meglásd Jézust. Hogy átéld az ő jelenlétét. Van egy nagyon kedvenc igém, ami mostanában elképesztően sokat jelent nekem, a Filippi levélnek a 4. fejezetéből, a 6. és a 7. vers. Tulajdonképpen elmondja azt, hogy mit ne csináljunk, és azt, hogy mit csináljunk. Azt, hogy mit ne csináljunk, arról viszonylag röviden fogalmaz a Biblia, hogyha esetleg van nálatok szentírás, oda is lapozhatok a Filippi levélnek a 4. fejezetéhez. És itt a 4. fejezetben a 6. vers úgy kezdődik, hogy semmiért ne aggódjatok. Tudom, hogy nagyon jók vagytok magyar nyelvből, jobbak, mint én. Annyira szeretem, ahogy beszéltek, az az ízes magyar nyelv. Jó itt lenni, hallgatni benneteket. Elképesztően jó. Szóval ez az aggódni szó, ez egy ige. Ez milyen szótőből származik? Ki tudja megmondani? Lehet, hogy többet használjátok ti itt ezt a szót, mint mi a határ túloldalán. Be lehet kiabálni nyugodtan. Na. Agg. Így van, ez az agg szó, ami azt jelenti, hogy valaki idős. Akkor, amikor aggódsz, akkor rövidíted az életedet. Akkor extrán gyorsan öregedsz. És ez az aggódni szó a Bibliában jelent egy másik nagyon fontos dolgot, azt, amikor, ahogy Rita is mondta, amikor kattogsz egy problémán. Kattogsz valakin, aki megbántott, aki belegyalogolt az önérzetedbe, aki szét akarta zúzni az igazságérzetedet, az önbecsülésedet, vagy kattogsz egy betegségen, kattogsz egy bűnön, amit elkövettél, és folyamatosan csak bánkódsz amiatt, hogy megtörtént, de nem tudsz megszabadulni attól a kárhoztatástól, amit érzel a szívedben. Lehet, hogy kattogsz egy anyagi problémán, kattogsz egy lelkiseben, ami gyötör folyamatosan. Nem tudod kiverni a fejedből azokat a gondolatokat, hogy van egy kötelék az életedben, amitől annyira szeretnél már végre szabad lenni, de fogalmad sincs, hogy mit csináljál. Ezek az aggódó életérzések, ezek a gondolatainkon keresztül és a különböző megtapasztalásaink keresztül támadnak meg bennünket. És azt mondja az ige, hogy semmi felől ne aggódjatok. Csak mondjuk a kisgyermeketek felől, aki megindul a lámpák felé, szereti a rivalda fényt, hát igen, dicsőség az Úrnak. Halleluja. Szóval azt mondja az ige, hogy semmi felől ne aggódjatok. Nagyon radikális, nagyon szeretem, ahogyan Pál sokszor beszél a Bibliában, ezt a szót használja, hogy semmi felől. Tehát nincs egyetlen egy olyan dolog sem, ami téged nyomasztott, amikor idejöttél, ami miatt neked aggódnod kellene. Ami miatt neked problémáznod kellene. Ami miatt gyötrődnöd kellene. Ezzel szemben mond egy hasznos tanácsot az ige, hogy mit tegyünk, ha már nem aggódunk. Azt mondja, hogy semmiért sem aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Nagyon sokat beszéltünk ugye itt a dicséret elején a hálaadásról, most dicsértük az Urat, de én egy nagyon fontos szóra szeretném ebből az igéből odairányítani a figyelmeteket. Azt mondja, hogy ez a hálaadás és ez a dicséret, ez az Isten előtt történjen. Hányan
Most őszinte válaszokat kérek. Tehát, hogy csak akkor emeld fel a kezedet, hogyha ezt így is gondolod, meg így is érzed, hogy hányan érzitek és tapasztaljátok azt, hogy most itt van Isten jelenléte ebben a teremben. Igen, hát a többség. Ha még nem érzed, nagyon szeretnénk, hogy ne egy általunk megélt szubjektív valóság legyen, hogy Isten jelenléte itt van, hanem hogy Isten jelenléte meg tudja ragadni a szívedet. És azt mondja itt az ige, hogy ha problémák vannak az életedben, ha vannak dolgok, amiket szeretnél ma itt hagyni, akkor nem kell tovább aggódnod, hanem egyszerűen csak be kell menned Isten jelenlétébe. És azt is leírja itt Pál, hogy mi történik akkor, amikor belépsz Isten jelenlétébe. Nagyon tetszett, amit a Péter mondott, amikor megnyitotta ezt az estét. Azt mondta, hogy ezek a worship night-ok, ezek nem koncertek, ezek közös dicsőítések. És ezek a közös dicsőítések nem azért zajlanak, hogy egyszerűen belekerüljünk egy hangulatba, hogy átmenetileg jól érezzük magunkat, hanem ezek a közös dicsőítések azért történnek, mert van egy nagyon komoly hitünk, hogy miközben dicsérjük Istent, belépünk az ő jelenlétébe. És azt mondja itt a Biblia, hogy amikor belépsz Isten jelenlétébe, ennek következményei lesznek az életedben, ez hatással lesz rád. Úgy folytatja, hogy ha odamész Isten elé, akkor az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ugye az aggódásod kezdődik, hogy elkezdünk agyalni, elkezdünk kattogni dolgokon, nem tudunk másra koncentrálni, nem tudunk másra fókuszálni, de azt mondja most neked Isten, hogy hagyd abba az aggódást, hagyd abba az öregedést, ne rövidítsd tovább az életedet, hanem gyere be Istennek a jelenlétébe, és hogy bejössz Istennek a jelenlétébe, azt fogod átélni, hogy először is Isten békessége betölti a szívedet. És amikor Isten békessége betölt téged, akkor azt mondja a Biblia, hogy ez védelmet ad a szívednek. És nem csak a szíved kerül más állapotba, hanem úgy folytatja, hogy ez még a gondolataidat is ki fogja cserélni, a gondolataidat is meg fogja őrizni. És arra szeretnélek ma téged kérni, hogyha úgy jöttél ide, hogy vannak olyan terhek, amiket nem szeretnél tovább cipálni, hogyha vannak olyan problémáid, amiktől végleg szeretnél megszabadulni, akkor ez a ma este pontosan az az este, amikor ezek a rossz történetek az életedben befejeződhetnek. Nagyon örülök azért is, amit a Rita elmondott, vagy annak, amit a Rita elmondott, mert azt is úgy nagyon erősen éreztem, hogy lesznek sokan, akik ma haragot fognak itt hagyni. Hogy vannak emberek, akikre haragszol, és úgy érzed, hogy jogos a haragod, és az a legnagyobb problémát, hogy nem tudsz túllépni azon, hogy teli van a szíved haraggal, teli van a szíved keserűséggel valaki felé. A keserűség elképesztően meg tudja fertőzni a szívedet, és egy hihetetlen gyilkos folyamatot tud elindítani benned. De Isten jelenléte nem öncélú itt ma este. Nem csak átmenetileg akar elfeledtetni veled bizonyos gondokat, hanem Isten szeretne most a szívedre hatni. És hiszem azt, hogy itt vagyunk Istennek a jelenlétében, nagyon sok mindentől, amiben szükséged van szabadulásra, meg fogsz most szabadulni. És szeretnénk most, hogy énekelünk tovább, és ott leszünk az Úr előtt, erre hívni benneteket. Mi itt a színpadon fogunk énekelni, fogjuk az Urat tovább dicsérni. Aki szeretné, ott a helyén fogja tovább az Urat dicsérni, és kérem is a lányokat, hogy gyertek vissza ide mellém. És aki úgy érzi, hogy most megszólította őt, az, akár az, amit a Janka, akár az, amit a Rita, akár az, amit én elmondtam, mert pontosan tudod, hogy mi emberek vagyunk, és mi elmondtuk, de valójában Isten szólt hozzád, és szeretnél ma itthagyni terheket, szeretnél ma itthagyni betegségeket, szeretnél ma itthagyni problémákat, keserűségeket, haragot, bármit, ami érzed, hogy nyomaszt, és nem akarod tovább cipelni, akkor Pétert keresem a tekintetemmel, valahol itt fog állni az ima csapat. Hol fognak állni az ima csapat? Hátul. Szóval ez nagyon jó, mert úgyse fog oda látni senki rajtunk kívül, nekünk meg a reflektorok kisütik a szemünket, de ez egyébként teljesen jó. Szóval, hogyha szeretnéd most Isten jelenlétét ilyen értelemben is átélni és megtapasztalni, átélni Istennek a szabadítását, Istennek a gyógyítását, akkor hogy
éneklünk most az Úrnak, kérlek téged arra, hogy állj föl majd a helyeden, és menj oda az imacsapatnak a tagjaihoz, és fognak neked segíteni. Fognak neked segíteni a továbblépésben, és nagy-nagy szeretettel vesznek körül téged. Számomra az Isten jelenlétében az egyik legcsodálatosabb dolog, hogy mindig nagyon betölt az ő szeretetével. És ez nem csak egy kellemes, bizsergető, meleg érzés, hanem Isten szeretetét én azért szerettem, mert az Isten szeretete gyógyít. Az Istennek a szeretete az regenerál. Az Istennek a szeretete a testemet is gyógyítja, a lelkemet is gyógyítja, felüdít, és belehelyez abba a pozícióba, amiben mindig is lennem kellett volna. Szeretnénk most egy olyan dalt még elénekelni, mielőtt az ima szolgálatot igénybe veszitek, és oda mentek Péterékhez imáért, és az ima csapat többi tagjaihoz, ami egy biztatás szeretne lenni nektek. És kérlek titeket, lehet, hogy már hallottátok ezt az éneket, ha igen, kapcsolódjatok be, fogjuk többször énekelni, és bele fogtok majd jönni pillanatok alatt. Úgy fog kezdődni ez az ének, hogy semmitől ne retteg, semmitől se félj. Gyertek akkor, énekeljük el. Semmitől ne retteg, és semmitől se félj. Közel már a reggel, és felragyog a fény. Van egy hű barátod, Jézus, kire törni könnyedet. És ha összetört a szíved, csak ő vigaszta meg. Ó, te old minden lépten, és fogod két kezem, engem nem érdekel, mit hoz a holnap, ha itt vagy én veled. A kősziklán megállok. A kősziklán megállok, a vihar el nem ér, engem nem érdekel, mit hoz a holnap, az életem ti. Már a reggel, és felragyog a fény. Van egy hű barátod, Jézus, kire törni könnyedet. És ha összetört a szíved, csak ő vigaszta meg. Ó, te old minden lépten, és fogod ki. Kísértések jönnek, a próba túl nehéz. Semmiképp ne add fel, mert mindig van remény. Van egy hű barátod, Jézus, kire törni könnyedet. És ha összetört a szíved, csak ő vigaszta meg. És fogod két kezem, engem nem érdekel, mit hoz a holnap, ha itt vagy én velem. A kősziklán megállom, a vihar el nem ér, engem nem érdekel, mit hoz a holnap, az életem tiéd. A kősziklán megállom. Kősziklán megállok, a vihar el nem ér, engem nem érdekel, mit hoz a holnap, az életem tiéd. Gyertek, dicsérjük tovább az Urat, hogyha gondoljátok, álljatok föl a helyeteken, és ha szükségetek van arra, hogy valaki segítsen nektek, akkor menjetek oda az ima csapathoz, fognak veletek és értetek imádkozni.
és mi pedig menjünk tovább Istennek a jelenlétébe. Egyszerűen egészen megdöbbentő Istennek a szeretete, lenyűgöző, felfoghatatlan Istennek a kegyelme, ami most is itt van közöttünk, ami megtapasztalható, átélhető. Hűséges Atyád, örök barát, irgalmad végtelen, folyóként eláraszt, betölt egészen, elfedi a bűneit, így amikor jelen létedben lépett, újra és újra csodálnak ki, kegyelmed számomra többenet, szereteted mindig rejtész minden nap, tédre hullok én, mert kegyelmed megmentő, te vagy a lelkem orvosom, üdvözítő, mit adjak neked, ó Uram, mit hozhatnék, hisz nincsen rá szó sem. Yeah.
Halleluja, Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy itt vagy. Köszönjük neked azt, hogy betölt bennünket a te jelenlétet. Köszönjük azt, hogy lenyűgöz bennünket a te szereteted, a te kegyelmed, ami megdöbbentő, egészen elképesztő. Uram, nagyon-nagyon szeretünk téged. Ott
te békéd árad rám, túl csordul a szívem. Lábadnál ülni, Uram, inni az élet vizéből, a lelkem nálad megpihen, a szíved átölel. Szerelmed oly bíg, mint folyó elborít, ha te békén árad rám, túl csodul a szívem. Maga is, tehát magadról is tudod, hogy picit úgy érzed, hogy megkeméredett a szíved, és nem, hogy emberhez nem tudsz oda menni, bocsánatot kérni, vagy rendezni a soraidat, de Istenhez sem, és erről beszéltem, és azt szeretném mondani neked, hogy azt üzeni Isten, hogy ugyanaz a szó, ugyanaz a mondat, ugyanaz a hang fogja a te kérges szívedet is megpuhítani, összetörni a kérget a szíved körül, mint ami a csipkebokornál tüzet fakasztott, ami ezt a világot megteremtette, ugyanaz a szó, amit, aki Jézust feltámasztotta, micsoda hihetetlen erő van ebben a szóban, egyetlen szavában. És egyszerűen csak annyit kell tenned, hogy megnyitod magad ennek az egyetlen szónak, ennek a gyógyító szónak Jézus Krisztustól, hogy minden kéreg, minden megfagyott vagy megszilárdult burok, ami a szíved körül van, az egyszer s mindenkorra leomoljon, és ezek a láncok elhagyjanak téged, és hidd el, és bízz abban, hogy Isten akarja legjobban, jobban akarja, mint te. Csak egyszerűen oda kell hozzá lépned, és tudom, hogy ez az első lépés nehéz, de Isten arra bátorít, hogy gyere hozzám, mert teljesen megszabadítalak, egyszer s mindenkorra megszabadítalak. Szépséged átjárja lényem, mi kit ne tör.
nekem nincs más rajtad kívül, Jézus. Életem forrása
aggódolnak, hol van Istened? Ha örvény örvénynek kiállt, a hullámokban elvesznék, én akkor is csak lábaidnál nyugszom meg. Istenem, úgy szeretnénk még egy éneket elénekelni. Szerintem ismeritek már ezt a dalt néhányan, mert ez egy nagyon szép ének. Úgy is mondhatnám, hogy olyan szép. Ez nagy kedvencünk mostanában, és hát ha ismeritek, kapcsolódjatok be a dalnak az éneklésébe. Ebben is a zenekar segítségünkre lesz, úgyhogy kérem a zenész kollégákat, hogy akkor indítsuk is el ezt a gyönyörű, szép utolsó éneket. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel. A liget fa során a gesztenye fa virága, mint a falnál eldoruzsolt férfi ember imája, mint a tenger nagy vizének fergeteges zúgása, mint az ég szintjékék tovaszálló gúnárja. Mint a széles mező vadvirágos illata, mint az éj sötét ég végtelen sok csillaga, mint az alkonyatnak szivárványos izzása, mint a gyertyák sorban állva várva egy-egy imára. Ilyen az ő tökéletes, megteremtett világa. Olyan szép, gyönyörű szép, végtelen, határtalan, lenyűgöző, fel nem fogható ez az ajándék. A felkelő nap gyengéd fénye melegen, mint az őszi erdő lehullajtott levele, mint a hajnali pék illatozó kenyere, mint a boldog vőlegény és jobbján az ő kedvese. Mint
a forrás vize égető naphevében. Mint nyári eső után gyémántsepp a levélem, mint a gyermek anyja karján elverülve egészen, mikor látja oldhatatlan szeretetét szemében. Olyan szép, gyönyörű szép, végtelen, határtalan, lenyűgöző, fel nem fogható ez az ajándék. Amen, így van. Szeretnék egy maradat mondani, hogy nem tudjátok elképzelni, hogy mekkora ajándékot adtatok nekem, ugyanis ez volt életemben az első alkalom, amikor már, tehát hogy egy gyülekezet énekelte, és azt visszahallani, hogy ezt együtt harsogjuk, hogy olyan szép, hát én most hatalmas ajándékot kaptam tőletek, úgyhogy köszönöm. Hagyjatok, Rita, mert kértem Attilát, hogy még egy dalt énekeljünk a végén, és szeretném megköszönni nektek, hogy elvállaltátok ezt a szolgálatot, és olyan jó volt látni azt, hogy családként együtt szolgáltok, együtt dicséritek az Urat, és kívánjuk, hogy Isten áldása legyen az életeteken, és adjon sok erőt, hogy ezt a szolgálatot még sokáig folytassátok. És örültünk annak is, hogy többen kértek imát, és hiszem azt, hogy kaptatok egy érintést Istentől, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy összejöhetett ez az alkalom. Szeretnénk arra is lehetőséget adni, hogy szolgáljunk Istennek adományokkal. Az alkalom ingyenes, de hogyha szeretnéd támogatni ezt a mozgalmat, az alkalmat, akkor megteheted most a következőkben, a következő percekben. Amen. És még egy dalt énekeljünk el, akkor az ő nevükben is, akik most azt hiszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szívből szólítják meg így az Urat. Rejts most el a szárnyad alá, erős kézzel takar be engem. Tenger tombozók sűvít a szél, temez fel a pihar fölé, uralkod szullám. Istenben, bíz én.
Köszönjük Istennek ezért a mai estéért. Köszönjük szépen a Fóris családnak a szolgálatát. Ha jónak látjátok, akkor köszönjük meg egy tapssal az ő szolgálatukat. Szeretnélek meghívni már most a következő Worship Night-ra, ami március 26-án lesz. Hogyha van nála telefon, nyugodtan előveheted, és beírhatod ezt a dátumot, március 26 szombat, és erre az alkalomra is vendégeket várunk, mégpedig az Alabástrom projektnek a csapatát Magyarországról, egy összevont csapatot, és ők fognak szolgálni itt közöttünk dicsőítéssel és üzenettel is, hiszem azt, hogy az is nagyon erőteljes alkalom lesz, és Isten még sok jó dolgot tartogat számunkra ebben a fél évben. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, Isten áldjon benneteket, és szép estét kívánunk!